roncsolódással járó munkai balesete volt, a forgógép bekapta karomat, több helyreállító műtéten vagyok túl, azóta le is százalékoltak, balkaromat nem tudom rendesen használni. Viszont a 3 évvel ezelőtt történt baleset óta szinte folyamatosan fáj a karom, van esély arra, hogy idővel csökken, vagy elmúlik a fájdalom? Hát ez attól függ, hogy mi áll a fájdalom mögött. Feltehetőleg itt is komoly idegsérülés állhat, és ebben az esetben csak akkor van esélye arra, hogyha folyamatosan, és hát gyakorlatilag állandóan megfelelő gyógyszerkombinációval, esetleg elektromos kezeléssel kombinálva, itt is szóba jöhet akár a TENS-kezelés is, talán egyensúlyba tartható, de hogy magától megszűnik ez a fájdalom, az nem valószínű, mert itt feltehetőleg nagyon súlyos szövetkárosodás áll mögötte.